Szeretettel köszöntök mindenkit, jó estét kívánok, Megyeri Jonatán vagyok. Nyolcat ütött már az óra, vár benneteket a tóra, kedves barátaim, gyertek tanulni. Ezen a csodálatos napon nemrég köszöntött ránk Iárhó elseje. A polgári naptár szerint még május elseje van. Boldog anyák napját kívánok minden édesanyának, legfőképpen természetesen a saját édesanyámnak és gyermekeim édesanyjának. Jó estét kívánok! Kedves Mira, jó estét kívánok Zoltán, szeretettel köszöntöm Pétert, András, sziasztok, Megyeri Jonatán vagyok. Nyolcat ütött már az óra, vár benneteket a tóra, itt van Marján Zsolti barátom, akivel múlt héten véletlenül, vagy hát nem véletlenül, de találkoztam, jó estét kívánok Anna Máriának, itt van Robert, szeretettel üdvözöllek benneteket, jó estét kívánok Csabának. Tök jó lesz a mai beszélgetés, egyrészről, mert érkezett egy érdekes kérdés, szerintem mindenkit foglalkoztat ez a kérdés. Aztán pedig tovább megyünk a Tánya című könyvben, a Haszid filozófia alapművében, a tizedik fejezetnél tartunk, tizedik fejezetet tanuljuk éppen. Szeretettel köszöntöm Freund Jenő barátomat Miskolcról, jó estét kívánok Rozáliának, Lászlónak, Péternek, Andrásnak, Ibolyának, Sándornak, szeretettel köszöntöm Juditot és minden kedves tanultársunkat, aki itt van. Sziasztok, jó veletek vasárnap este, eltelt két nap, hogy nem találkoztunk. A héten lesznek különleges bejelentkezéseim, remélem, ha Isten is úgy akarja, a hét közepe felé, úgyhogy mindenképpen ezen rajta leszek ezen. No, szeretettel köszöntök mindenkit, akkor ne, hát nézzük az első kérdést, azt kérdezi egy kedves tanulótársunk. Eljegyzési gyűrű, vagy amit a házasok hordanak, honnan ered? Nem-e valami egyiptomi utálatosságból, vagy babonából, mert hiszen Ádámnak és Évának sem adott Isten gyűrűt. Honnan ered tehát az házasságép adott gyűrű? Ez egy nagyon hosszú választ igényel ez a nagyon fontos kérdés. Honnan ered az eljegyzés, illetve a házassági gyűrű? Honnan ered? Mert hiszen Ádámnak és Évának sem adott Isten gyűrűt, nem parancsolta meg Isten, hogy gyűrűt adjon Ádám Évának, és való igaz, Ádám és Éva voltak az első házas emberek. Oké. Akkor nézzük meg tehát nagyon tényleg pontokba szedve, hogy miről is van szó. Először is. A zsidó vallásjogban többféleképpen vehet el egy férfi egy nőt. A házasságnak ahhoz, hogy egy kapcsolat férfi és nő között házassággá változzon, többfajta módon érhető el. Az egyik ilyen mód az vásárlás által. A férfi meg tudja vásárolni a nőt. Mielőtt megijednétek, itt nem valami rabszolgavásáról van szó, hanem arról van szó, hogy a férfi birtokába veszi a nőt, hiszen a zsidó vallásjog szerint a nő a férfinek a birtoka, a férfi és a nő egyé válik a házasság által. Amikor azt mondom, hogy birtok, akkor nem kell megijedni természetesen, hanem pusztán arról van szó, hogy a házasság folyamán a férfi és a nő egyé válnak. Istok, gufo, ahogy fogalmaz a halacha, a zsidó vallásjog, az ember felesége az olyan, mint ő maga. Ha a feleséget csinál valamit, az olyan, mintha te csináltad volna. Jogi értelemben. Az egyik módja a házasság megkötésének az a vásárlás, és a vásárlás, amit kinyánnak hívnak, az valamilyen olyan dologgal történhet, aminek van értéke. Jelesül egy valamilyen értékes tárgyat átad a férfi a nőnek, tanúk jelenlétében, ez nagyon fontos, tanúk jelenlétében, két kóser tanú, azaz két szombattartó zsidó tanú jelenlétében a férfi átad egy nőnek egy értékes tárgyat, ez az értékes tárgy bármi lehet, gyűrű szokott lenni, de bármi lehet, átad a nőnek egy értékes tárgyat, és azt mondja, ha réját mekud eset li, betabádzu, legyél nekem legyél nekem megszentelve egy gyűrű által, kedát Moseve Izrael, Mózes és Izrael törvényei szerint. Ha egy férfi átad egy nőnek egy valamilyen értékkel bíró tárgyat, egy minimális értékkel bíró tárgyat, ez lehet egy mobiltelefon, lehet egy könyv, lehet valami, aminek több az értéke pár fillérnél, egy gyűrűvel szoktuk ezt megtenni, akkor tehát azt mondja, és azt mondja, hogy Háriát nekud esetlibe, te bádzó, kedát Moseve Izrael, legyél nekem szentelve egy gyűrű által, vagy bármilyen tárgy által, Mózes és Izrael törvényei szerint,
akkor onnantól kezdve az a férfi és az a nő házasok, tehát. Ez mondja a zsidó vallásjog. Az, hogy ez az értéktárgy, amivel a férfi elvjegyzi a nőt, amivel a férfi elveszi a nőt, ez egy gyűrű legyen, ez valóban nincs benne, erről nem találunk a Bibliában semmiféle utalást. A Talmud már beszél róla, direkt utána néztem, sokan, a Talmud sem beszél a gyűrű fogalmáról, arról, hogy ez az értéktárgy, amit a férfi átad a nőnek, ez gyűrű kell legyen, dacára annak, hogy sokan Nehemiás próféta, 7. könyvének 7. fejezet 46. verséből tulajdonítják azt, hogy esetleg ez a szokás már a bibliai időkben is volt. Itt ugyan azt írja Nehemia próféta könyve, templomszolgák voltak Ciha fiai, Huszafá fiai és Tabaot fiai. És Tabaot héberül azt jelenti gyűrűk, gyűrűk gyermekei vagy gyűrűk fiai. Tehát sokan ebből a bibliai versből eredeztetik, de az igazság az az, hogy nincs ennek bibliai eredete, sem talmudi eredete annak, hogy a férfi gyűrűvel kell elvegye a nőt, sokkal inkább kabbalisztikus eredete van, valamikor a szokás az, hogy egy férfi nő, a nőt gyűrűvel veszi el, ez a szokás ez valamikor a 7.-8. században kezdődhetett, és mert a gyűrű az örökkévalóságot szimbolizálja a zsidó filozófiában, mint egyébként más filozófiákban is, a legtökéletesebb geometriai test, a legtökéletesebb alakzat az a kör, hiszen hát a kör az egy teljes körforgást jelképez, egy tökéletes végtelent, ugye a kör az végtelen, és a házasság is egy végtelen kötelék, egy olyan kötelék, amelyet ha férfi és egy nő köt, az soha nem ér véget. Ez tehát a gyűrűnek a szimbolikája, vagy a kör alakú gyűrűnek a szimbolikája, ami a házassághoz köthető, ez kabbalisztikus, valamikor a 7.-8. században alakulhatott ki. Érdekesség, hogy a kereszténység is átvette a gyűrű által való esküvő, a gyűrű által való megszentelés szokását, ugye a keresztény esküvőkben is gyűrűt adnak az asszonynak a házasságkötéskor, a férfi, ennek az eredete tehát a judaizmusból, a zsidóságból származik, mint a legtöbb keresztény szokásnak egyébként, vagy szokásnak, törvénynek, a zsidóságból ered. Manapság ugye divatos az, hogy nő is adjon a férfinek egy gyűrűt, ennek nincsen semmilyen vallásjogi jelentősége. A zsidó vallásban semmi módon nincsen vallásjogi jelentősége. Az ortodox zsidók, hagyományhű zsidók, mint amilyenek jó magam is vagyok, nem szoktak a nő a férfinak adni. A házas férfi nem hord gyűrűt, csak a nő, és az egyike az esküvői szertartás kellékeinek, tehát a judaizmusban, a zsidóságban. Egyébként az esküvői sátor, egy másik fontos színhely, egy szabad ég alatt szokott a zsidó esküvő zajlani, egy esküvői baldahin alatt, és áldásokat mondunk borra, egy házassági szerződést köt a férfi, vagy pontosabban a házassági szerződésben a férfi vállalja úgynevezett ketubá. Egyszer bejelentkeztem valamikor tavaly, nem is tudom, decemberben egy esküvőről, ott akkor erről beszéltem, a ketubá, a zsidó házasság levél, az tulajdonképpen a férfinak a vállalása a nő irányába, mit vállal a férj az asszonnyal kapcsolatban, hogy el fogja tartani, hogy mennyi, milyen módon fogja eltartani, minimális ruházkodás, étkezés, stb., amit vállal a férfi a nő felé. Ez a második lépcsője a házasságnak, vagy az másik lépcsője a házasságnak, a harmadik lépcsője a házasságnak természetesen az a intim együttlét, ami alapján a férfi és a nő házastársává válik a férfinek, vagy a férfi és a nő házastársává válik egymásnak, az intim együttlét, ez természetesen nem ott az esküvőn történik. A zsidó esküvőkön a főlegény és a mennyasszony beszokott vonulni egy külön helyiségbe, úgy hívják, hogy Cheder Yichud, egy különálló privát helyiségbe, egy privát szobába, ahol együtt vannak egy pár percig, legalább 8 percig, és onnantól kezdve szintén ez része annak a szertartásnak, vagy része annak a jogi procedúrának, mert az esküvő az tulajdonképpen egy szertartás,
de sokkal inkább egy jogi procedúra, tehát annak a jogi procedúrának, hogy a férfi a nővel lesz együtt, ugyanis azzal, hogy bezárkóznak egy szobába először a férfi meg a nő, még dacára, hogy nem élnek intim együttlétet, akkor is, ha együtt van egy férfi és egy nő egy szobában, azzal a szándékkal, hogy ők összeházasodnak, akkor feltételezhetjük róluk, és feltételezzük is, hogy össze akarnak házasodni, kvázi, és intim együttlétben kívánnak együtt élni. Tehát ez tulajdonképpen a zsidó esküvőnek nagyjából ez a menete, és a gyűrű története is tulajdonképpen ez. Magyarul még egyszer, a zsidó hagyomány szerint a házasság, az eljegyzési gyűrű, az nem kell, hogy gyűrű legyen, nem, egyáltalán nem kell, hogy gyűrű legyen, lehet bármilyen értéktárgy, de manapság most már több mint 1000 éve gyűrűt használunk erre a célra, jellemzően valamilyen értékkel bíró gyűrűt használunk erre a célra. Oké. Ami a Tánya című könyvet illeti, ugye az első Lubavitch Rebbe, Schneur Zalman rabbi, az első Lubavitch Rebbe Tánya című könyve, a Haszid filozófia alapelve, vagy alapműve, 10. fejezeténél tartunk. Ebben a 10. fejezetben, oké, felolvasok egy kis előszót a 10. fejezethez. Miután a 9. fejezetben kifejtette az isteni és az állati lélek közötti folyamatos harcot a zsidó test feletti uralomért, az Alterebe most azt magyarázza, hogy aki legyőzi az állati lelkét és a jót rosszra változtatja, vagy a rosszat jóra változtatja, azt úgy hívjuk, hogy cadik, azaz igaz ember. Ugye arról beszéltünk, hogy az emberben munkálkodik két lélek, egy állati lélek és egy isteni lélek. Az az ember, aki a rosszat, a benne munkálkodó állati lelket, állati ösztönt, a benne munkálkodó rossz ösztönt teljes egészében a jó ösztön hatása alá, vagy uralma alá igázza, azt az embert úgy hívjuk, hogy cadik, azaz igaz ember. Ugye ne felejtsük el, az egész Tánya című könyvnek az volt az alapvető kérdése, hogy kit nevezünk cadiknak, kit nevezünk igaz embernek, és kit nevezünk rásának, azaz gonosz embernek. Hogy lehet az, hogy vannak emberek, akik gonoszok, hogy lehet az, hogy vannak emberek, akik igazak, erről szól az egész könyv. Az egész könyv tulajdonképpen az emberen keresztül ismerteti meg Istent. A Tánya című könyvnek a lényege az az, hogy a zsidó filozófiáról, Istenről, és Istennek az emberhez kötődő viszonyáról az emberen keresztül beszél az ember. Ha megértjük az ember lelkületét, ha megértjük az ember lelkét, ha megértjük azt, hogy az ember miként van összetéve, tekintettel arra, hogy az ember Isten képmására lett teremtve, akkor meg tudunk érteni nagyon sokat abból, ami a teremtőt illeti. Meg tudunk sokat érteni Istenből. A cádiknak, tehát az igaz embernek ez a szintje két általános fogalmat foglal magába, két általános kategóriát. Van ugyanis a tökéletes cádik, más néven az olyan ember, aki csak jót ismer, akinek az állati lelkét teljes egészében jóra változtatta, és van olyan ember, akit úgy hív, aki nem változtatta teljesen az összes, az teljes állati lelkét, az összes rosszat, a benne lévő rosszat nem változtatta jóra, ezt úgy hívjuk, hogy tökéletlen cádik, azaz nem teljes igaz, nem teljesen igaz ember, vagy olyan cádik, aki ismeri még a gonoszságot. Jó, tehát négy fajta ember van, vagy öt fajta ember van. Van a teljesen cádik, a teljesen igaz ember, a tökéletes cádik, van a tökéletlen cádik, a tökéletlen igaz ember. Van a közepes ember, aztán van a tökéletlen gonosz ember, és a tökéletesen gonosz ember, a leggonoszabb ember. Oké. A két leíró kifejezés csoport, tökéletes vagy tökéletlen cádik, illetve a jót ismerő, vagy rosszat is ismerő cádik közti különbség a következő. Az előbbi, azaz a cádik Isten általi szeretetének mértékét írja le, mivel ez a szeretet, ami kiérdemli számára a cádik címet. Azt mondja az Alterebe, erről beszéltünk a múlt alkalommal, hogy az különbözteti meg a teljes, tökéletes cádikot, a tökéletesen igaz embert, a nem teljesen cádiktól, a nem tökéletesen igaz embertől, hogy mekkora fokú az Isten szeretete. Oké. Amikor az ember az isteni lelkét az állati lélek fölé helyezi, és amikor olyan mértékben háborúzik az állati lélek ellen, hogy száműzi és kiírtja annak gonoszságát annak lakhelyéről, nevezetesen a szív bal oldaláról, ahogy írva van, írtsd ki a gonoszat a magad köréből, ám úgy találja, hogy a rossz mégsem változott-e ténylegesen jóra, őt hívják tökéletlen cádiknak. A tökéletlen cádik, aki nem teljesen igaz ember, az egy olyan ember, aki ugyan megpróbálja kiirtani teljesen a magában lévő rossz ösztönt, de nem sikerül neki. Valamennyi tökéletlenség, valamennyi rossz, valamennyi gonoszság marad benne.
Az érembert másképpen úgy hívjuk, hogy a cádik, aki ismeri a rosszat, hiszen szívének bal kamerájában még maradt némi gonoszság, ám az egyáltalán nem jut kifejezésre, még a rossz vágyakban sem. Mert a rosszat kicsinységénél fogva a jó leigázza és semmisé teszi, ezért azt nem lehet érzékelni. Tehát még a tökéletlen cádiknál is, egy olyan cádiknál, egy olyan igaz embernél, akinek nem teljesen sikerült magából kiirtani a rosszat, még ő nála sem manifestálódik, a rossz nem jelenik meg nála, még csak gondolatszintjén sem, mert a jó, amiatt, hogy erős többségben van, emiatt elnyomja a rosszat. De még az nem azt jelenti, hogy valamilyen kismértékben ne lett volna benne, nem maradt volna benne rossz vagy gonosz sem. Ez magyarázatra szorul. Talán azért nem érez vágyat a rossz iránt a tökéletlen cádik, mert valójában nincs többé rossz, mivel jóra változtatta azt. Vagy pedig miért kell azt mondanunk, hogy csak képzeli, hogy teljesen mentes a gonosztól. Amint az előző fejezetben említettük, a tökéletes cádik csak Isten iránti végtelen szeretetének köszönhetően képes a rosszat jóra változtatni, amely szeretetet a gyönyörök szeretete néven ismerjük. Ennek megfelelően a tökéletlen cádik, a tökéletlen igaz ember, akinek még el kell érnie a szeretetnek egy magasztos szintjét, nyilvánvalóan még nem érte el a megtérésnek ezt a szintjét. Tehát az Isten szeretet lesz az, ami megkülönbözteti a tökéletes cádikot, a tökéletes igaz embert, a tökéletlen cádiktól, a tökéletlen igaz embertől. A gyönyörök szeretete tehát, az Isten szeretet az igazi mérőszáma annak, hogy hol áll a cádik a gonosz felszámolásával. Következő magyarázat. Ugyanis a tökéletes cádik, akiben a gonosz jóra változott, az egy olyan cádik, aki csak a jót ismeri. Ezt a szintet azáltal érte el, hogy teljesen eltávolította a gonoszságtól szennyes ruháit. Ugye az embert nevezzük teljesen igaz embernek, akiben nem maradt semmilyen nyoma sem a gonoszságnak, a rossznak. Ez azt jelenti, hogy teljes mértékben megveti ez az ember, az ilyen ember, teljes mértékben megveti az e világ örömeit, visszataszítónak találja, hogy belőlük merítse azt az örömet, amit más emberek merítenek, nevezetesen a pusztán a fizikai étvágy kielégítéséből származó élvezetet, ahelyett, hogy ezt az élvezetet Isten szolgálatára használná. Egy tökéletesen cádik, egy teljesen igaz ember, mert meg fogjuk látni, hogy ezt a szintet nagyon nehéz elérni, sőt, szinte lehetetlen, hogy legyen olyan valaki, aki tökéletesen cádik, aki teljesen igaz ember, hogy semmilyen vágya, semmilyen késztetése ne legyen az e világi örömökre, az e világi, a hedonista, az e világi testi élvezetekre, semmilyen vágya ne legyen, hanem mindent, amit csinál, azt Isten szolgálatából teszi, azt azért csinálja, hogy Isten szolgálja. Itt egy nagyon fontos megjegyzést hagyd tegyek. Nem arról van szó, hogy az embernek nem lehet élveznie az e világi örömöket. Nem arról van szó, hogy nem élvezhetsz egy finom ételt, vagy egy finom italt, vagy egy kényelmes ágyat, vagy egy szép nyaralást. Nem erről van szó. Itt erre nagyon fontos, szeretném írni a figyelmet. Nem arról van szó, hogy egy egyenes, becsületes, derék ember az nem élvezheti az evilági örömöket. Hanem arról van szó, hogy az evilági örömök élvezete az csak és kizárólag Isten szolgálata ügyében megengedett. Ez a dolog lényege. Nem arról van szó, hogy nem ehetsz finom ételt, hanem azt a jó ételt, pusztán a hedonista, pusztán a saját vágyaid, a saját hedonista ösztöneit kielégítésére eszed, akkor az nem helyes. Hogyha azért eszed, hogy a finom étel által több energiád legyen, a több energiád által pedig jobban tudjad szolgálni Istent, akkor az helyes. De nem arról van szó, hogy meg kell vonni az embernek magától az evilági örömöket, hanem az evilági örömöket csak és kizárólag Isten szolgálatába szabad, állítani. Mert hogyha nem állítod Isten szolgálatába, akkor az pusztán hedonizmus, az pusztán önzés. Kedves barátaim, nagyon köszönöm, hogy ma este is velem voltatok. Holnap este 8-kor várlak benneteket, sok szeretettel tovább fogjuk tanulni a 10. fejezetet. Ha bárkinek van bármi kérdése, itt ezen a Facebook oldalon privát üzenetben tud nekem írni, és akkor természetesen annak a kérdésnek a megválaszolásával kezdem majd a beszélgetést. Vigyázzatok magatokra és egymásra, az édesanyáknak még van egy pár óra, boldog anyák napját, ha valaki az édesanyát nem köszöntötte még föl, még van egy pár órája, hogy bepótolhatja. Vigyázzatok magatokra és egymásra,
jó estét, szép estét, holnap este találkozunk.